Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Hét Hírében. Rohamosan közeleg az év vége, ilyenkor gyakran visszagondolunk és visszatekintünk arra, hogy mi történt velünk. Nos, a 2021-es esztendő Cirkusz Gábor számára mozgalmasan telt, mondhatjuk erről, és a körzetét érintő aktualitásokról is fogunk beszélgetni, hiszen már itt is van velem a stúdióban. Üdvözlöm, szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Mondhatjuk, képviselő úr, azt gondolom, hogy igazából meglepően kezdődött az év eleje, hiszen akkor mondott le a polgármesteri tisztségéről. Egy év eltelt azóta. Bebizonyosodott-e, hogy jó döntés volt, illetve miben találta meg a munkáját és önmagát azóta? Hát elég kevés időt telt el még azóta, de szűk egy esztendő eltelt, hiszen az év elején, januárban fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy lemondok az alpolgármesteri tisztségemről, és február egy napjával vált ez hivatalossá. Azóta nem vagyok Makóváros alpolgármestere, de települési képviselőként továbbra is dolgozom. Nagyon sokakban kérdés volt az is, hogy akkor most lemondtam a képviselőségről, és nem, továbbra is én vagyok a 7. számú választókerület képviselője. Ha a munkámról néhány gondolatot mondhatok, akkor Lázár János országgyűlési képviselő úr munkáját segítem a választókerületben, azon belül pedig itt Makón. És ugye ő a fürdőberuházásnak a kormánybiztosa, mellette pedig dolgozom a fürdőberuházáson is. Mindennapi munkákban, operatív munkákban veszek részt a fürdőberuházásnál. Ha már ezt említette, ugye a hagymatikumot hogyan látja kívülről, hogyan haladnak a munkálatok, hiszen ugye mi is hétről hétre szinte beszámolunk az építkezésről, és megmutatjuk, hogy hogyan nő ki a földből ez az építmény. Ön azért közelebb van ehhez a dologhoz, talán első kézből el tudja mondani a tapasztalatait. Igen. Az elmúlt években egy tervezési előkészítési szakasz történt. Majd Lázár János országgyűlési képviselőnk hatatós közreműködésének köszönhetően, a kormány támogatásának is köszönhetően elindulhatott a beruházás ez év májusában. A terveknek megfelelően halad a beruházás. Most már kezd talán látványosabb szakaszába érni, hiszen most már, mint a gomba, majd elkezd kinőni a földből az új épület együttes. Az élmény rész első szintje már megépült, pinceszerkezet megépült, a csúszda részleg is épül folyamatosan, megtörténtek az új kutaknak a fúrása, illetve most a külső termálmedencének a feltárása zajlik jelen pillanatban, úgyhogy most már a kivitelező teljes egészében átvette a munkaterületet, és úgyhogy valamennyi területen folyik a munka. Én bízom benne, hogy minél hamarabb el fog készülni ez a családi élményzóna, amit oly régóta várunk, hiszen nem sokára 10 esztendős lesz a fürdő, és bízom benne, hogy a 10-11. Születésnap alkalmára ez az új szárnyal is készülhet, valamint a külső termálvizes medence is úgy gondolom, hogy nagyon sokak örömére fog megépülni, hiszen rendkívül népszerű a makói gyógyvíz, a makói gyógyiszap, és bízom benne, hogy minél több turistát fog ide csalogatni ezek az új beruházások. A napi munkája mellett azt látjuk, hogy a közösségi oldalon is egyre aktívabb. Ez minek köszönhető? Igyekeztem egy kis új szint vinni a képviselői munkába, és jó pár éve működtetem a Facebook profilomat, oldalamat. Szerettem volna egy újabb impulzust adni ennek, ezért videós tartalmakkal jelentkezem heti rendszerességgel. Pozitív visszajelzéseket kaptam ezzel kapcsolatban, hiszen ezáltal egy kicsit betekintést kaphatnak a mindennapjaimba, a munkáimba azok, akik ezeket a videókat megtekintik, valamint az Instagram oldalamat is elindítottam, úgyhogy Facebook után az Instagramon is elérhető vagyok. Most legutóbb, hogyha jól láttam, akkor a járda programról számolt be, hogy hol és milyen utcákban fog ez megvalósulni. Gondolom erre azért itt a tévéképernyőink keresztül is nagyon kíváncsiak a körzetében élők. Hol tartanak? Igen, egy visszatérő probléma a járdák állapota Makó városában. Amióta települési képviselő vagyok, gyakran keresnek ezzel a problémával, akár lakossági fórumon, akár személyesen is a városban élők, a városrészemben lakók. Az idejében nagy örömömre szolgál, hogy több programot is tudtunk indítani. A Start programból kisebb szakaszokat tudtunk megújítani. Munkács utcában, a Kisporond utcában és az Ószegedi úton. Például az Ószegedi úton nem is volt még járda, ahol most sikerült járdát építenünk, illetve rossz burkolatokat tudtunk cserélni. Nagyságrendileg egy 200 méteres szakaszt tudtunk megújítani. Valamint az éves járda program zajlik jelen pillanatban. A Szent Anna utca és a Révész utcán építünk teljesen új járdaszakaszokat, és ezt követően, amikor
készülünk, akkor pedig a belvárosba tesszük át az építkezésnek a székhelyét, ez pedig a Hunyadi utca 1-9 szám alatt található társasházak előtt az átkötéseket fogjuk megcsinálni. Jövő évre is készülünk egy nagyobb volumenű városi programmal. Én is szeretném, hogyha ebbe a nagy programban minél több utca meg tudna újulni. Konkrétan a Szent Gellért utca, a Kont utca és a Révész utcán folytatjuk a járdaprogramot a következő esztendőben. Vannak-e még a körzetet érintő problémás területek, hiszen ugye régebben beszéltünk például az illegális hulladék lerakásról, ezt sikerült-e felszámolni, vagy végleges, akár hosszú távon megoldást találni rá? Úgy gondolom, hogy előrelépés történt több téren is e tekintetben. De nagyon fontos volt az, hogy a társasházi lakóvezetben tudtunk építeni hulladéktároló boxokat. Az egyiknek a tetejére most már tetőt is szereltünk, hiszen ennek a tetején is dobálták be az illegális szemetelők a hulladékot, ezt most sikerült megszüntetni. Megy a dilemma a társasházban, hogy most ezt be kell zárni, vagy nem. Én mondtam, hogy ezt a társasháznak a döntésére bízom, tegyenek belátásuk szerint. Az én kezem és az én munkám úgy gondolom addig ér, hogy ezeket a boxokat elkészítjük a lakók kérésének megfelelően. Utána, hogy most ez zárhatóvá teszik, vagy nem, ez már a lakosoknak a döntése, társasházi jogkörben majd eldöntik. A kertvárosi lakóövezetben több illegális hulladéklerakás is volt az elmúlt években. Én úgy gondolom, hogy nagyot léptünk előre, mert ezeket fel tudtuk számolni. Gondolok itt arra, hogy például a Kölcsey utcán, Munkács utcán rendszerint volt zöld hulladék elhelyezve. Ezek a mai napra mára megszűntek. Bízom benne, hogy ez az állapot marad a továbbiakban is így. Ha már a körzetnél és az ott élőknél tartunk, a napokban ugye szinte mindenkivel 65 év felettiekkel személyesen találkozik, hiszen megkezdődött a karácsonyi utalványok kiosztása. Ilyenkor csak ez történik meg, vagy pedig tudnak személyes dolgokról, illetve problémás dolgokról beszélgetni? Úgy gondolom, hogy az utalványoknak a kézbesítése sok mindenre lehetőséget ad. Egyrészt találkozunk a 65 év feletti nyugdíjasokkal a választókerületben. Nagyon örülnek annak, hogy valaki felkeresi őket, mert valljuk be őszintén, hogy nagyon sok szépkorú polgártársunk egyedül tölti napjait, és annak is örül, hogyha valaki néhány szóra becsönget hozzá. Másrészt pedig tudunk beszélgetni egy kicsit a választókerület állapotáról, az utcák állapotáról, a közterületről is. Sok jelzést kapok ezzel kapcsolatban is, hogy mind kellene még javítani, mind kellene még fejleszteni a választókerületben, akár csapadék, vízzel vezető árokról legyen szó, akár közvilágításról. Nagyon sok hasznos információt kapok, amelyeket én is a Városgazdálkodási Divízió vezetői felé továbbítok. Bízom benne, hogy ezeket a kéréseket minél hamarabb teljesíteni tudjuk, és meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Hány embert érint egyébként a körzetében az utalványosztás? Én személy szerint az elmúlt napokban már megkezdtem a 645 65 év fölöttinek a felkeresését, elég jól állok e tekintetben. Még egészen december 20-áig fogom folytatni, felkeresek mindenkit az otthonába, akár kétszer, háromszor, négyszer is, ameddig otthon nem találom. Képviselősége mellett a neve összeforrt a helyi sportélettel, ugye nem régiben még mint aktív sportoló, aztán pedig a készívügyének tekinti, és folyamatosan nyomon követi a helyi sportéletet. Elsősorban ugye a foci a szívügye, a makói futballcsapat igen jól áll jelen pillanatban a tabellán, azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy menetelnek a fiúk, és az infrastruktúra is, ami ez a sportág mellé épül, igen szépen fejlődik városunkban, elmondhatjuk. Igen, úgy gondolom, hogy az elmúlt néhány esztendőben nagyon sokat tudtunk előrelépni sportinfrastruktúrába a város tekintetében. Ha ezt szeretnénk összegezni, akár talán egy emberöltőben nem fér bele annyi fejlesztés, mint amit az elmúlt néhány esztendőben meg tudtunk újítani, vagy amennyinek az alapját le tudtuk tenni most. Ha a focipályáról szeretnék beszélni, akkor azt mondom, hogy elkészült az öltözőépület a lelátó résszel. Ez egy nagyon régi adóssága volt, már úgy gondolom, hogy a városnak a sport szeretők irányába, illetve a labdarúgók irányába. Ezt azóta is használják, és aki ide érkezik a városunkban, mindenki csodájára jár, mert azért nem sok ilyen van a megyében, mondhatnám, hogy egyedülálló. Most egy parkoló épül közvetlen mellette, és kinyitásra került a 43-as számú főút irányába, a régi foci büfő elbontásra került. Ott kerül kialakításra ez az új parkoló. Néhány héten belül szerintem ez is elkészül, és ennek a létesítménynek a kiszolgálását fogja javítani. De hogy akkor beszéljünk egy kicsit a csapat teljesítményéről is, mert a fiúk egészen jól teljesítettek a megye egyes bajnokságban is, hiszen több mint 100 gólt rúgva magabiztosan nyerték meg a bajnokságot.
és jutottak fel az NB3-ba. Azt azért nem gondoltuk, hogy a dobogon fognak végezni a bajnokságban, illetve a nagy részét ott fogják tölteni, úgyhogy innen is gratulálok nekik. Fantasztikus teljesítmény volt az, amit most ősszel is, illetve ebben az elmúlt másfél esztendőben végigcsináltak. Az látszott már a tavalyi évben is, hogy nem a megye első osztályra készül a csapat, hanem egy magasabb terveknek szeretne megfelelni. A kondíciója kiváló volt a csapatnak, az látszott a megyeibe is, hogy a csapat fölé nőtt bármelyik ellenfelének, és úgy látom, hogy most is erőnléttel abszolút nincs probléma, és egy olyan játékstílust alkalmaz a csapat, ami nyilván ez az eredményességhez vezet, mindemellett pedig elég sok gólt is rúgunk, és azt gondolom, hogy egy közönség szórakoztató játékot játszik a csapat. Ennek az az eredménye, hogy elég sokan kilátogatnak a mérkőzésekre is. Elsősorban akkor, amikor nyilván az időjárás ezt megengedi és kegyes is hozzánk. Én gondolom, hogy szép számú közönség látogat ki hétről hétre a pályára. Képviselő úr, köszönjük, hogy itt volt. Hajrá, Makó, és önnek pedig további jó munkát és kellemes ünnepeket, hiszen hamarosan itt a karácsony. Köszönöm szépen, és viszont kívánom. Önöknek pedig, hogy velünk tartottak a hét hírében. További szép estét, viszontlátásra.